Csak a rendkívüli közgyűlés kezdetén lehetett bent stábunk a teremben. Az önkormányzati képviselők az épülő uszodával kapcsolatban ugyanis zárt ülésen szavaztak. Pontosabban arról döntöttek, hogy milyen feltételekkel mondják fel a szerződést a mostani kivitelezővel. A közgyűlés ezt elfogadta, és a uszoda szerződés felbontás az a polgármester úr aláírásával meg fog történni, bízhatunk benne. Így döntött a közgyűlés. Vagyis most azt szavazták meg a jelenlevő képviselők, hogy a város és a helyi sportközpont közös megegyezéssel mondja fel a megállapodást a munkát eddig végző céggel. Ezzel viszont nem mindenki szerint jár jól Szekszárd. Ezek a felvételek néhány perccel az ülés megkezdése előtt készültek. Pósta Zoltán a gazdasági bizottság tagja, építőmérnök szakértőként és a polgármester megbízottjaként eljárva állásfoglalást adott át minden jelenlevő képviselőnek. Szerinte ugyanis, ha a közös megegyezéssel mondják fel a szerződést, azzal Szekszárd lemond mintegy 135 millió forint kötbérről. Valamennyi képviselő számára egyértelművé és világossá tettem azt a szakmai álláspontomat, ami arról szól, hogy ezt a szerződést csak és kizárólag egyoldalú szerződésbontással célszerű felbontani. Ezt én különböző az előterjesztésben szereplő dokumentumokkal úgy gondolom, hogy megfelelően alátámasztottam. Most tehát a képviselők végül úgy döntöttek, közös megegyezéssel szállnak ki a korábbi kivitelezővel kötött szerződésből. A cél egyébként, hogy a beruházást az állam vegye át.